Sziasztok! Ebben a videóban a mai 7 órás kontentet fogjuk megnézni, hogy mit tartogat nekünk már az EA Sports. Nézzük is, most még csak 6 óra 59 van. Kíváncsi leszek, mert az olaszok megnyerték az EB-t, a kupát pedig ugye Argentina, szóval most talán lehetne valami kontent arról, vagy lehetnének speciális játékosok. Nézzük, mit adtam el közben, ameddig nincs még 7 óra. Elmentek random szilverek, bronzok. Ezeket hűlisztáljuk, de hát most fog lejárni a Liga SBC, és nem nagyon fognak elmenni, de mindegy. És egyébként meg kíváncsi leszek, hogy mit tartogat, hiszen ugye Correát és Jorginho-t is kellene még upgrade-elni, de az sem történt még meg. Itt van egyébként az objektívünk, hogy mik vannak meg és mik nincsenek, ugye iconswap-ból már megvan minden, ami kell, minát még be kellene fejezni, meg talán ezt a World Redeemer-t is meg kéne csinálni, de hát ki tudja még ez. Ez kicsit soknak tűnik nekem, úgyhogy ezt lehet, hogy nem fogom, de hát mindegy. Nézzük az SBC-ket először. Di Maria! Ó! 97-es Di Maria, ugye ölötte a gólt a döntőben Argentinának, és 84, 85, 86, 87. Hát az nem kevés, nem kevés, de viszont egy 97-es Di Mariáról beszélünk. Nézzük meg, milyen in-game statjai vannak. Eleve 4 csillagos lába, jelenték a gyengébbik lábát, vagy nagyon nagy upgrade egy Di Mariánál. 5 csillagos cselezés, ugye megmarad neki. A pace nagyon jó, befeje a shootingja, finishingen picit lehet még improvolni, de amúgy nagyon-nagyon jó, a passzolása tökéletes, a balansz egy kicsit kevés, tehát a 90 az még mindig azért nagyon-nagyon jó, és az ereje, ami kevés, ugye a strength, jumping az 89, az teljesen jó, egy Di Maria kvalitású játékosnál szerintem a stamina teljesen jó, egy nagyon-nagyon jó kártya, úgyhogy érthető igazából, hogy ennyibe kerül, de nézzük, hogy van-e még más SBC a mai napon. 83 plusz upgrade 10-szer, azt mindjárt megnézzük, nézzük, van-e még bármi más. Rare Electrum Players Pack, ezen a mindennapi ugye Festival of Football Challenge. Ez ennyi, Foundations, szóval azt mondja, hogy nem lesz semmi. Nézzük, hogy Liga SBC van-e esetleg, visszatettek valamit, nem. Itt nem tudom a Liga SBC-kkel mi történt, mert az EA egyszerűen teljesen, ma is lejárt 3, és egyszerűen nem pótolják őket. Ikonok közül pedig szintén egyszerűen nem értem, hogy miért nem teszik bele az összes ikont, aztán aki akarja valamit, az tud érte grindolni, de ennek így sok értelme nincs, de hát nézzük, Red Electrum Players Packért mit kell csinálni. 80-as ratingű squad egy algériai játékossal. Hát nézzük meg, algériaiokat el kell adni valószínűleg, hogyha van valakinek, pláne hogyha gold. Valamiért nem akarod most működni, nézzük. Bravo, Geri. Algéria. Mandi, nézzük. Mandi valószínűleg drága lesz. Bár nem is annyira még. Oda kezdik venni őket, illetve akkor ez megy a transfer listre, mert ezt nem fogjuk adni, mert már most 3500-be megy. És a Benramas pedig már megy bele az esélyt, hiszen megy untradeable amúgy is. Max 4, egy nationből 5 rare. Hát ez elég gyengusz. Bár egy rare electrum az nem olyan rossz, mint az ugye 30000-es csövök, de nézzük ezt a 83 plusz 10-szer upgrade-et. 84, egy team of the week vagy team of the season. És 40 chemistry, nézzük, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni most. Továbbra sincsen upgrade-elve Correa és Jorginho, azokkal nem tudom, mi történik egyébként, hogy mi a terve az igének most ezzel. De nézzük ezt, csapjuk most össze gyorsan. Hazard meg Lloris ugye nyugodtan mehetnek be, hiszen goldpártyát nem nagyon használunk már ilyenkor amúgy sem. 83-asból is van még egy csomó. 81, 83, azt passz nem rakom bele, mert ő egy viszonylag ritkább azért. Nézzünk még 81-eset, ezt a kell, mert vettünk még 82-est is akár. Ennyi elég lesz. Viszont kell bele egy TOTS vagy Team of the Week, ami nem lesz jó, szóval ezt most nem tudjuk megcsinálni. Akkor ezzel a terv az lesz, hogy egy következő videóban lesz majd benne ez a pack is. És egyébként készülök egy 10 darab 81 pluszos
player pickes videóval is, úgyhogy az lesz majd a következő valószínűleg a holnapi nap folyamán. Az icon pack is valószínűleg utána meg lesz majd azokból a játékosokból, meg ezekből a játékosokból, amit ebből a packből kapunk. És lehet benne lesz még ez a Relectum Players pack is, csak azért, hogy melyen legyen benne. De ez a Di Maria, ez egy rendkívül jó lap. 2 hét van megcsinálni. Egyébként ez a lap körülbelül, hogyha megnézzük most Futbinen, mennyibe kerülnek ezek a csapatok, még lehet, hogy fel fog menni bicikét az ára, mert Di Mariát lehet, hogy sokan megcsinálnák, de egyébként az Icon Pack alapján a 84, 85, 86 az összesen 422 ezer coin, viszont ebben vannak Team of the Season-ös elvárások is, ugye, ami Di Mariánál egy darab sincs. Szóval ezt körülbelül nézzük egy 87-es csapatot is mondjuk a Paquetából, arra 200 ezeret ír, majdnem 190-et, szóval körülbelül ez a Di Maria 550-600k a jelenlegi árakkal. Hát, remek át. Tehát, hogyha van mondjuk egy Mbappé-t, vagy egy Neymar-od linkelni hozzá, akkor nagyon-nagyon jó lehet ez a Di Maria csapatod, vagy egy Messi esetleg, ami nekem is például, hogy lehet, hogy csak emiatt, vagy egy Paredes, ugye Paredes-sel perfect linkel. A Páv Tudori Paredessel, aki ugye most már 5 csillag lesz, mivel Argentina nyerte a kopát. Rendkívül jó lap ez a Di Maria, rendkívül jó lap. Megnézem most az objektíveket is, de hát ott nem hiszem, hogy egyébként történne bármi újdonság. Egyébként várható majd több videó, és várható majd Rivals videó. Opp, egy Weekend League Plus. Hát ez a szokásos. Ez szerintem, nem tudom, megéri egy Weekend League-et lejátszani ezért, még ha azt mondanám, hogyha a hétfines lenne egy csapattal, akkor oké lenne, de azért ez nagyon sok, ez a 22 bin a 3 picker például. De hát új objektív nincs, hogy a mai videó ennyi volt. Köszönöm, hogy megnézted, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Én Gergő voltam. Sziasztok!